Reggel srácok, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő, hát milyen játékkal? Seven Days to Die-jal. Egyébként szerintem a mai rész az egy kicsit, hát merőben más stílusba fog zajlódni, mint az előzőek, mivel tök ilyen chilles hangulatban vagyok, hoztam is magam mellé egy sört, és valamire rájöttem itt nagyba, hogy tudjátok mit kellene csinálni, hogyha én ki akarom festeni a bázist, akkor konkrétan van nekem ilyen magom, amiből ugye tudunk csinálni föstéket. Szóval kellene csinálni magokat, azt el kellene ültetni, mert különben nem nagyon fogunk előbbre jutni. Viszont akkor, hogyha már egyszer ilyen kell, akkor azt hiszem, hogy pot. Mi a neve annak a izének? Plant? Jaj, gyerekek, várjál, mindjárt megnézem, mert tudom, hogy miből készül, aztán ugye akkor egyszerűbb. Meg ugye ritvát kell hozzá, meg ez. Eha, igen, ilyet kellene csinálnom néhányat még. Igen, több száz ilyen festék kellene, hogyha ki akarnám festeni a bázist, és én szívesen kifesteni, mert elég csúfos. És ehhez ugye akkor kellene néhány dolog. Például a kőből ki kellene nyernünk egy kis nitrátot. Meg kellene nekünk egy kis fa. Meg kellene nekünk egy kis clay, és azt hiszem, hogy pont az is van, hogyha szerencsénk van, ugye? Van clayünk is, úgyhogy akkor tudunk csinálni néhány ilyen potot, 18 darabot. Mi az, ami nagyon kevés van? Miből van kevés? Hogy tudunk ilyet készíteni? Ahogy most egyébként ilyenkor miért dobja le? Recepták, oké. Okay. Ja, nitrátból van kevés, úgy látom. Nitrátot viszont tudnánk kinyerni. Tudok egy jó helyet, ahol lehet bányászni nitrátot, úgyhogy lehet, hogy el fogunk menni. Ja, most egy kicsit ilyen chilles hangulatban vagyok, remélem, hogy nem probléma, srácok. Ezt meg kellene javítani, viszont javítókészlet is kellene csinálnom egy csomót, mert le van amortizálva a dolog. Úgyhogy elmegyünk nitrátot bányászni. Múltkor legalább meglátjátok, hogy hol rakta. Ja, mert még csinálja azt. Oké, semmi baj. De azt, ilyenkor mindig olyan érzésem van, hogy úristen, leszkreppeltem, de aztán rohadtul nem. A motorba raktam, vagy hol raktam izét? Ebben a motorban nincs véletlen üzemanyag? Nincs benne. Nem maradjon semmi benne a járművekben, mert problémák lesznek abban. A szelvetlen kraftban biztos van üzemanyag. Hol az üzemanyag, gyerekek? Komolyan, hol az üzemanyagom? És mi a? Hova tűnt az üzemanyagom? Az, hova tűnt az üzemanyagom? Most én vagyok, vagy nem látom, gyerekek? Ezt hova sikerült elraknom ilyen nagyon jól? Ezt nem értem. És te, mi a franc van az üzemanyagom? Ma hova tűnt az üzemanyagom? Gyerekek, az összes üzemanyagom elment borér, vagy mi történt vele? Most tényleg, hol van? Ha? Hol van az üzemanyagom? Hát itt nincs, ugye? A szelvetlen kraftba várja. Ja, jó. Várja. Ja, itt van 4 darab izője, ezt mondtátok egyébként, és ugye a szelvetlen kraftba is volt. Ja, mindjárt kommentekkel foglalkozunk egy kicsit, csak most meg vagyok lőve, hogy hol a rákban van az üzemanyagom. Mert akkor akarnék csinálni ilyen sok... De hova faszomba raktam az gazdán? Gyerekek, hát ezt hova tüntettem el? Mi a szar? Elhasználtuk az összeset, vagy mi történt vele? Na jó, mindegy, nem tudom, hogy hol van. Lol. Egyébként ide olvaszthatnék be. Nem tudom, hogy vason mennyi van. Hát nagyon nem sok, de egyébként mindenképp kellene, meg akkor beolvasztjuk ezt is, jó? Aztán akkor ezek menjenek ezek a dolgok. Ja, baszdmeg, az üzemanyagom nem tudom, hol francba sikerült eltüntetnem. Gyerekek! Hát ez hol van az anyámba? Ez hova sikerült ezt elraknom? Pedig a motorba szokott lenni, de hát a motorba nem került bele. Meg ebbe sincs, szerintem. Ebbe sincs. Vagy valahol ott volt, csak valamikor lehúzom alulra. És én ugye felülnézem az itemeket. Hát öcsém! Hát itt sincs, bazza.
De ezt el nem hiszem, gyerekek. És nagyon rögtök. Biztos vagyok benne. Egyébként ebből tudnék ugye, hogyha lenne Chemical Station. Ja, a Chemical Station-t is meg kell csinálni. Na most bazd meg vagyok lőve. Na most nagyon el vagyok vezve. Hogy hova tűnt az üzemanyagom? Hova tűnt az üzemanyagom? Én vagyok vak? Nem, bazza, nem látom sehol. Na, csináltunk 11 darab ilyet. Akkor lerakom, és fogunk bele ültetni, sőt 12 darabot már. Kettő soronként fogom rakni, és akkor azt csináljuk, hogy hagyunk közte utat. És ilyet fogunk craftolni ezerrel. Mert erre szükségünk, de nekem nem tudom, nekem van egy ilyen heppem, ugye, hogy jó lenne. Rámenni arra, hogy tudjak festeni, mert nagyon csupos ez a bázis. Egyébként lehet, hogy reggel elmegyünk egyet küldetés, azt nem terveztem ma meg, hogy mi az, amit fogunk csinálni. Ezt ide berakjuk, meg ezt is ide berakjuk, meg igazából kipakolhatnék, nem igaz? Meg egy csomó mindent eladhatnék egyébként. Várjatok egy pillanat, picit pakoljunk össze, jó? Mert vannak itt olyan dolgok, amik nagyon nem kellenek, így, hogy nálam legyenek. Ez... Nincs a damage ott. Figyeljetek, az eladó cuccokba egy-kettő dolog be fog kerülni, mert rájöttem, hogy konkrétan nem sok értelme van, hogy nálam van, meg hogy nem is sok értelme van, hogy cipelgetem. Na. A toolsból ez kimegy. Nem, itt nincs több tool, a service craft így. Service craftba nem megy, hanem a kaja alapanyagba rakom mondjuk ezt a húsit, meg ezt. Meg ugye ezt is, meg ezt is. És van itt készpia. Oké, ezek mehetnek ide. Ezek meg maradnak egyelőre nálam, mármint azok az alapanyagok, amiből fogom csinálni. Szervetlen craftba menjen ez. Meg a szervesbe meg menjen ez. Jó, ez egyébként ebből a bőrből nem tudom, mi a túrót akarok annyira csinálni, hogy ennyire így magamnál hordom. És közben már... Mindjárt megjavítódik az augerem. Hát az a baj, hogy nem tudom, hol az üzemanyagom bazza. Most ez halál komolyan. És ennyire vak nem lehetek szerintem. Gyorsan craftold már le azt az egyet. Ennyire vak szerintem azért nem lehetek. És igen, így hagyunk helyet. Azt akkor tudunk csinálni majd festéket bőven, de valószínűleg meg is fogjuk venni. Meg egyébként nem baj, hogyha termelünk dolgokat, mert akkor az meg lesz, nem muszáj folyamatosan termelni. De hogy az üzemanyagomat hova? Várjál! Hát vazd meg, itt sincs. Hát ez sikerült, ezt eltüntetnem, nagyon kurva jó vagyok. Ja, ezért kellene sok kollektor, mert akkor tudnám folyamatosan gyártani ezeket. Ha bazza, mindjárt még egyszer átnézem. Én nem, ezt nem értem. Hogy ezt hogy sikerült eltüntetnem. Az őrület. Na, ezt felvesszük. És akkor ebből csinálunk még vizet. Ugye rengeteg víz is kell hozzá, mert minden festékhez kell egy víz is. Úgyhogy pontosan tökéletes a dolog. Mert itt van egy csomó víz, meg még tudunk egy csomót csinálni. Bazza, most végignézem az összes ládát, úgyhogy szoszorri érte, úgyis ráérünk egy picit. Hát itt nem volt végig, ugye? Vapornál nincs. Lőszernél nincs. Armornál nincs. Toolnál nincs. Ugye nem látom sehol. Szervescraftnál nincs. Itt sincs, ugye? Nincs. Tudnék még egy kollektor csinálni. Lehet, hogy csinálunk még egy kollektor, gyerekek. Közben. Mert igazából akkor, hogyha festeni akarunk, akkor rengeteg kell. Figyeljetek, a ízét is meg tudnám csinálni. Csak hol az üzemanyagom? Azokat a... Hát bazza, nem tudja, elveszett, hallod. Ez brutális. Ez komolyan... Hát ezt föl nem tudom fogni. Tényleg nem tudom fölfogni, hogy ezt... Valaki emlékszik rá, hogy hol volt, hát mondja már meg, mert én nem tudom. De mindjárt megyünk, beszünk, aztán valami lesz. Ja, csináljunk ilyen kollektort még. Kell hozzá még a duct tape. Ó, az is van most, egy csomó vettünk, ugye az is tök jó dolog volt. Úgyhogy egy ilyen kollektort még összedobunk. Aztán akkor ez itt szuper jó lesz nekünk. Oké. Nitrátot kellene még gyűjteni. Hát, de egyébként nem az elsődleges, lehet, hogy elmegyünk questelni egyet.
Úgyhogy még nem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Jó, ez meg lett csinálva. Oké. Ja, nem tudom, mit fogunk csinálni. Az a baj, hogy nincs üzemanyagunk, ez egy röhely. Bazza, ezt még egyszer megnézem. Hát de valamennyinek kéne lennie. Hát ez hogy az anyámba sikerült ezt megoldanom? Kidobtam az üzemanyagot, vagy mi, eladtam, vagy mi, vagy beraktam egy olyan helyre, amire nem gondolnék? Hát, bazza, hova? Gyerekek, ez hogy sikerült megoldani? Ezt kidobhattam? Hát ez szörnyű. Jó, mindegy. Még valamit megnézek. A pia alapanyagban, oké. Okay. Hogy nincs-e véletlenül még ilyen növényem, de szerintem már nincs. De kajám egyébként annyi van, mint a sár. Ja, ezeket is lerakhatnám, de mondjuk aztán... Hát a fene tudja. Hát az izének jobban örülnék, gyerekek. Figyeljetek, ide kettőt lerakok. Oda nézze, csinosodik a dolog, csinosodik, nem? Ide lerakunk egyet, meg ide. Jaj, ma van a virágaim is. Hova francba raktam az üzemanyagomat? Hát legszívesebben most újra kezdeném komolyan a gameplayt. Na, öntök egy sört, aztán akkor jobbak leszünk. Hát jó, ezt most nagyon elcsesztem. Figyeljetek, fölkészülünk inkább akkor most, azt csináljuk. Gyógyszerügyileg. Vigyünk egy ilyet. Vigyünk ilyet. Ezt egy ilyet meg júzoljunk. Oké. Okay. Ez meg megy eladásra, ugye? Ezt is elvihetjük. Ezt is elvihetjük, meg a mézet is, meg egy fájdalomcsillapítót. Ez menni fog be a robotba. Az a baj, hogy mindig így elcsábulok, és legszívesebben mennék küldetésezni. Bár annyira talán nincs is nagy értelme. Az ellenőrző cuccokat viszont jó lenne elvinni. Meg egyébként akkor gyorsan megcsinálhatnám Jennifer Treasure Map, Nicole Treasure Map, érdekes, hogy ezek el vannak nevezve. Megvan a Collector, azt meg. Hát bazza, majd rájövök, hogy hova tűnt az üzemanyag, biztos ütöm a fejem a billentyűzetbe, hogy milyen hülye voltam. Az tuti. Jó, van még egy zöng, van még egy kollektorunk, ebben nem csak már semmi sajnos, de nem baj. Esik az eső, gyűlik a kollekt, vagy a víz. Collectingel a kollektorbe. Oké. Okay. Viszont ha elmegyünk küldetésezni, akkor vannak olyan dolgok, amik igazából nagyon nem kellenek. Viszont ezt lehet, hogy meg kellene javítani. Meg akkor ezt is megjavítani, és akkor vigyünk izét. 762-es lőszert. Egy valaggal. És akkor viszont kipakolom a követ, meg kipakolom a fát. És akkor elmegyünk egy inkább küldetésezni lehet. Meg veszünk üzemanyagot, azt le van szarva, gyerekek. Az eladó cuccokat viszont elvihetném. Meg tudjátok, mit kellene csinálnom? Egy ilyen napszemcsit, mi a neve ennek? Enforcer Sunglass. Egy ilyet kéne csinálnunk, egy hatosat, tudunk is csinálni. Már csak azért, mert akkor jobb lenne a barteringem. Vasból kellene nekem ilyen meg ilyen. Kellene a szerves craftból, fogadjuk, nem lesz elég rongyom. Biztos voltam bele, bazzeg, komolyan mondom. Ezt annyira éreztem. Meg kellene egy legendary part. Mindegy, tök mindegy, mert... És akkor, jó, meg kellene 6 darab, ugye ilyen armor. Crafting kit, amihez kellene duct tape, olyan, meg olyan. De szerintem ezek pont vannak. Kell ilyen. Az egészségügyből nyúlunk ilyet. Meg duct tape-et, szervetlen craftból nyúlunk ilyet. És akkor ebből hány darab kell hozzá? Azt hiszem 5, ugye? Úgyhogy akkor ezt lekraftoljuk 5 darabot. Mehetnek vissza a cuccok. Tökéletes. És akkor jöhet ez a... milyen? Enforcer. Oké. Okay.
Viszont mondta, hogy ja nem, 6 kell belőle, basszus. Megvan oldva, nagy nehezen. Még jó, hogy egy helyen vannak a ládák, így összepakoltuk őket. Oké. Szelvetlen craft. Jó. Kellene nekem klot. Aztán akkor meg is lennénk. Valami, lehet, hogy gyorsan valami házból szerzünk annyi klotot. Hogy akkor tudjuk megcsinálni, és akkor már a barterezés egyen jobb lesz. Ugye hatos. Hát lehet, hogy kipucolok gyors egy izét. Egy házat, azt leütünk néhány darab klotot. Mondjuk megnézzük ezt. Teljesen mindegy, csak az a lényeg, hogy klotot szerezzünk. Ugye nyilván futtak éjszaka a zombik, de annyi baj legyen. Ezt kinyitottam az ajtót, szerintem úgyis nyitva volt. Ugye gyerekek, ez most ne haragudjál meg. Miért nem jön Claude? Azért, mert így verem szét. Ez valahogy nem a legjobb, nem? Megpróbáljuk majd késsel. Függöny vagy ilyesmi. Oké. Okay. Ó, tökéletes. Tökéletes gyerekek, mindjárt meg is van, érdemes volt eljönni. Sőt. Ugye meg is van. És kíváncsi vagyok rá, verek ilyennel. Nem, ilyennel is kijön, akkor abból egyszerűen nem jön, de ez tök gáz. Na, gyerekek, figyeljetek, micsoda izai van. Az anyád az Istene. Micsoda, micsoda, micsoda. Akkor megcsinálhatjuk az M-flow-szert. Igen, csak, ugye, mehetünk haza is. Hova a francba sikerült elraknom az izémet, az üzemanyagomat? Vagy elhasználtam az összeset? Vagy mi történt vele? Basszus, ez jó, ez izé, ez töri szét a dolgokat. Ezt nem, de ezt a betont, ez simán. Jó, mondja kell a nap. Ja, volt kedvem egyet játszani, de én csilles hangulatban vagyok, úgyhogy szoszori azért. Oké. Okay. Jó, csinálunk egy ilyet. Jaj, de jó. Meg közben már megint lootoltunk random hülyeségeket. Figyeljetek, ez eladó cuszba megy. A maradék legendary parts. Ez mehet ki. Meg a maradék vas. Ez mi az anyám? Ja? Toll. Egyébként nem érdemes elmenni csak úgy lootolni, hogy itt egy-két dolgot összeszedsz, mert nézd meg már megint mi lett. Egy csomó kacat. Ja, egyébként ezt használhatnám, nem igaz? Ezt Anett írta, hogy használjam már ezt a gombot, és akkor nem kell ugye mindig ugyanoda, ugyanarra kattogatnom. Mármint ha ugyanolyan termékek vannak, akkor konkrétan azokat berakja. Ígérem, fogom használni, csak mindig elfelejtem. Na, akkor ezeket eladjuk, jó? Nézzük meg, a Vapornél nincs olyan, amit el kéne adni, de szerintem nincs, mert ezt a kettőt ugye beszéltük, hogy meghagyjuk. Viszont a 9mm-es meg ezekből a lőszerekből szerintem vihetnék eladni. És akkor már az új sunglass-szel kellene árulni a dolgokat, tehát ezeket megpróbáljuk eladni, kellene pénz ugye. Nézzük mi a szituáció itt, meg is, el is készült, tehát akkor ez meg mehet a levesbe, és akkor ez igazából mehet is eladásra, vagy nem tudom. Meg akkor lőszert megpróbálunk eladni. Jó, hát meg kell vennünk benzit, az egyszerűen nem tudom, én vagyok vak, most komolyan mondom gyerekek. Hogy ez hova az anyámba rakta el? Piros kanna keeper, hát ne legyél vak. Hát bazze, de nincs.
Full lincs, hát hova az anyámba? Elfogyott. Armor, tools. Itt sincs egy deka se. Hát de nullára nem fogyhat el, bazze. Valami történt ezzel? Vagy mi az anyám balaga van? De ennyire nem lehetek hülye. Gyerekek, hova tűnt az üzemanyag? Hallod? Ebbe sincs, az biztos. Hát úgy jártam ide vele. Vagy úgy raktam ide. Hát nem, bazze, ez hihetetlen. Ezt nem tudom el felfogni. Na jó, 51 van, megyünk a bizniszelni egyet. Most már ugye 6-os, és az mennyit ad? Ja, 20% barteringet, a másik az adod, vagy 8-at. Úgyhogy eléggé megéri. Na, szuper. Oh yeah! Oké. Okay. Ja, lehet elmegyek küldetéshezni egyet, megmondom őszintén, van valami... Valami kihívást kellene kitalálnunk még magunknak, mert eléggé könnyű lett a játék. Tudom, hogy fel lehet rakni a nehézségi szintet, akár az egekig is, de hát nem tudom, annak meg igazából annyi értelme lenne, hogy mitől nehezebben halnak meg a zombik, nagyobbat sebeznek, meg ilyen. Tehát attól még ugyanaz lesz a játékmenet, csak mit tudom én, most 50%-kal nagyobbat sebeznek, vagy mit tudom én, több zombi van, vagy ilyesmi. De nem igazából egy ilyen nehézségi szint változásra vágynék, hanem valami új kihívásra. Mert attól félek, hogy így el fog sikkadni a sorozat, mivel gyakorlatilag nem lesz igazából célunk. Hát van célom, mert még szeretnék csinálni valami egy-két dolgot, de az még időbe telik. Addig meg elmegyünk maximum lootolni. Na. Nagyon gyorsan bevásárolunk, meg üzletelünk, föl is veszem ezt a szemet. 20%-os bartering, az nagyon sok gyerekek. Ezt előbb meg kellett volna lépni ezt a dolgot, és azt mondom, hogy nincs, de elkendi az van. Elkendi az mindig van, de az a legjobb dolog is, ami jöhet. Na, először is egy inventory check lesz. Azt eladtam, bazza, nem ezt akartam eladni. És ezeket bazza nem adja el. Akkor ezek szerint ezek 24 órán vagy 24 óránként változnak. Hát a rossz sem nevette meg. Nem adja el. Nem adja el. Jó, viszont eladtam egy pak küzőjének bazza előszere, mert mondjuk annyi baj legyen. Jó, nézzük meg, hogy mi van nálad. Hát őszintén kellene nekem. Nem, nincsen festék. Jó. Szerintem nem lesz semmi olyan értelmes, amit tudnék venni, viszont lehet, hogy üzemanyagot az veszünk, mert ez így barát, nem baráti. Nem, 6000-be kerül, és pont annyink van. Lol. Mondjuk annyi nem kellene, hogy veszünk egy 4000 litert. De hova az anyámba tűnt az üzemanyag a gyerekek? Ez tényleg sikerült valahol kiraknom? Egész végig azon gondolkoztatok, hogy mikor jövök rá, mi, hogy kidobtam. Mert azt nézem, egyébként semmi értelmes nincsen, ami nekem, hogy mit tudom én, annyira fontos lenne. Az sincs. Mi az, amit akartam még? Várjál, gondolkozzál, Keeper. Hát már szerintem nincs, amit nagyon akartam volna, úgyhogy... Úgyhogy induli van, hát sajnos meg még ráadásul most... Vannak problémák, az motorba kirakodok. Most elég sok. Várjál, küldetést vettem fel, vegyük fel egy küldetést már. Csináljunk egy küldetés, gyerekek, addig azért változnak itt a dolgok. Meg hát ez sose rossz. Úgyhogy egy jobot adjál valami közel. Hát annyira közel nincsen. Igazából ugyanelek benne. Mi? Ezek az infested clearek. Na gyorsan, motorba kipakolunk, azt megyünk, egy küldetést megcsinálunk. Jó, a legszívesebben kifösteném ezt az egészet, csak ugye ahhoz rengeteg festék kellene, ami rohadtul nincs. Jó, ennyi lőszer bőven elég lesz nekünk. Meg végre van üzemanyagunk. Az üzemanyagot is kidobom. Jó. Szuper, gyerekek. Mondhatné, hogy jók vagyunk. Na, húzzunk. Most már chopperünk el, amelyik szágúr, mint az Isten nyila. Tök jó. Nagyon tetszik ez a chopper. Jaj, de bírom! Jaj, ne bírom! Remélem valami jó nehéz küldetés lesz, gyerekek.
Valamit adjon, valami extra nehezet. Élveznék valami jó húzósat. Viszont ez eszi az üzemanyagot, mint a disznó. Mondjuk gyorsabban is megy, mint a másik. Viszont érdekes, hogy akart... Valami fizikát csináltak neki azért. És így driftelget, meg ilyeneket csinál. Úgy de szar idő van, bazze. Na milyen helyre fogunk menni? De tényleg minden körforgalom után egy rendőrautó benne áll, bazze. Jó, ezt bevettük, ezt a kagyart. Jó, ez bírom ezt a choppert. Szerintem autó nem lehet ilyen jó. Mivel az autó esetleg annyi, hogy nagyobb inventory. Viszont szerintem gyorsabbnak nem gyorsabb, meg még ráadásul ugye még kevésbé tudsz elférni. Azt nem mondjátok, mi ekkora épület ez már megint, bazze. Na nézzük. Mondjuk ha olyan amelyikben voltunk már, az úgy barátilag. Ez mi az Isten? Úristen. Milyen tower? Vanity tower. Na hát itt akkor figyeltek, próbáljuk meg valami eszméletlen dinamikus Uber módszerrel végig darálódni, jó? Hol van a bejáratja? De várjál, ja, itt ez voltunk, ilyen voltunk. Na pontosan tudom. Tudom is, hol van a főút. Úgyhogy a főút, figyeljetek, tudjátok, mit kellene csinálni? Apa. Kipucolja a főútot, bazza gyerekek. És és... Utána elindítani még egyszer, mit szóltok hozzá? Betrükközzük azt? Elvileg azt hiszem, itt van a főút. Várjál. Megpróbáljuk befúrni magunkat. Várjál, itt mellette. Ott 5000-es. Figyelj! Kiszedjük a főútot, bereszeteljük, megcsináljuk még egyszer. Mit szóltok hozzá? Nagyon bukkó dolog az? Egy sárba. Azt az anyátok vallaga, he! Nem hiszem el, hogy itt nincs ugta az embernek egy perc. Amíg befurom magamba, az addig nincs. Ugye... Örítő ez. Na! Talán itt nem lesz még egy réteg. Nem. Elvileg itt a fő. Beszarok, bazd meg. Nem hagynak békébe, ott is egy pina, bazze. Na. Várj, itt jaj, itt be tudok menni, jó van. Ez tök jó lesz. Duplán megszerezzük a lootot. Az ilyen terület, az olyan helyeken, ahol már jártam, ott ugye tudom, hogy hol a főút, ott tök meg lehet ezt csinálni. Hát, hogyha nem jártam ott, akkor ugye nyilván nem fogom tudni. De mondjuk itt aztán zombi lesz ám egy rahedli. Ugyanúgy, mint hogyha küldetés csinálnám, szóval fölkészülni, vigyázz rajt. Aha. Csak még ráadásul ugye nem jelöli őket a map, úgyhogy ez jó nagy szopás lesz. Vagy nem a map. A faszodat, hogy mit csinál... Na mit csináltok ti? Remélem, hogy itt a főúr valahol. Valami ilyesmire emlékeztem. Bazen, nem? Rosszul emlékeztem? Ennél nem itt volt? Ja nem, bazd meg, ennél nem itt volt. Hát itt jössz be? Valami lyukon? Jó, akkor hagyjuk. Nem, gyerekek, csináljuk meg. Csináljuk meg a küldetést. Ja, nem itt volt, nem a pincébe. Hanem ennek valahol fönn volt, vagy lehet, hogy más egy pincébe, de nem pont itt. Na, ugye itt indítod el. És azt hiszem, hogy... Ha el furálja, mész be. Igen, hát itt esel be, úgyhogy teljesen... Nem itt van a főút. Nem, ugye most visszatervelődtek. Ó, és menjen, hallod?
Kicsit megváltozott a dolog. Kicsit megváltozott a dolog, mert ugye most már küldetéssel ad. Szerintem érzékeli, hogy egy kicsit be kéne nehezíteni. Igen, nekem is rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Na, úgy látom a loot az adja magát rendesen oda neje. Gyerekek, ez a loot, ez nagyon brutális, ezt nem is, föl nem tudom fogni, hogy ez miért ilyen. Hogy miért ilyen durván nagy. Na már erre kellett menni? Aha. Jó gyerekek, figyelj! Rohadt dinamikusan megyünk. Próbálunk a jó útra rámenni, nem tökörészünk. Tényleg. Dinamikusan, ügyesen. Murky Water nem szedve. Csak az értelmes lootokra megyünk. Az érdekes, ezt nem lehet kinyitani ezt a ládát. Szökrényt megnézzük. Legendary pass. Hát nem tudom, a gyerekek, a játék az egy enyhén ki... A játék egy enyhén kiakadt szerintem a beton durva loot stage-ünkkel. Konkrétan ilyen... Ilyen epic durvár szórja a cuccokat. Már jól benézek, hogy nincs-e valami. Flashlight. Szerintem az első flashlight, amit kaptam a játékban, vagyok, az durva. És valaki megjegyezte, hogy SMG az nincs a játékban. Ami tényleg durva, hogy SMG-t viszont semmilyen formába. Eddig még nem kaptunk loot formába, nem? Ez tök brutál. De ízét se, a rakétavetőt se. Gyorsan végigfutok mindenhol, oké. Okay. Mehetünk följebb, gyerekek. Hogy mi? Fosszogjanak a fejek széjjel, mint a szar, gyerekek. Gyors rutolás mindenhol. Egy darab csontot rohad meg. Láda nincs-e valahol. Kapcsoló nincs-e valahol. Oké. Okay. Könyvecskék jöhetnek. Most úgy csináljuk, hogy balról. Megyünk körbe, jó? Ez külső. Külső zombi. Ezt érzékel. Ja, emlékszem erre helyre. Ezt nem is most csináltuk nemrég. Szuper, valamit megcsinálok, amit egy nézőm ajánlott, hogy vegyek be vitamint. És akkor a... nem fognak nagyon, meg nem fogok beteg lenni. Vesztekkelünk egy 20 pár percre valót, aztán jó világ. Ja, megpróbáltam csak kalapáccsal, nem annyira jött össze. Az a baj, amikor már rengetegen jönnek, akkor az bajos. Ezeket lehet, hogy egyébként érdemes lenne elvinni, azt eladni. De nem egy túl nagy összeg, és az a baj vele, hogy...
have picked up something. Hogy nem stackelhetőek ugye ezek a könyvek. Aztán egy kicsit probléma. Mi az itt ez a följár a gyerekek? Lehet, hogy erre kell menni, mi? Ja, erre kellett menni. Nézzük. Szép vagy valami nincs. Megyünk mind a vonat gyerekek, nem tökölünk. Szuper, jó vagyunk. Egyébként nem értem ezt, miért fogyunk ilyen hamar staminából. Tehát, hogy már szobjas vagy éhesek voltunk egy kis, ugye? Nem, ahol megint szintet léptek, beszarok nekünk, komolyan. Ez brutál, várja már. Mindjárt megnézzük csak. Körülnézzünk a szinten. Jó, ki kell menni mindenképp, ugye megnézzük azt. A kiső enemik, úgyhogy nincs gond. Van egy skill pontunk, ugye, ami opcionális lenne nekem, ugye. Például a Ranengarról beszéltünk. Meg a parkőrről. Csak ugye azt fel kellene húznunk. 4-esre az ability-nket. Ami most jönne, de viszont nézzük már meg. A Sense-nél, a Lucky Looterre viszont az a gond, hogy egy 7-esre kéne ezt húzni, és ez 6-os. Lucky Looter-t kimaxoljuk poénból? Hát, hogy kimaxolom, komolyan. Ja, 2 ponttal tudom megvenni, hát akkor az nem nyerő. Akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy Agility-re rakunk, és akkor a Parkour kijön. Ugye? Ezt ki tudjuk. Meg a Ranengant is ki tudjuk akkor egy-egy pontból. Azt szerintem jó lesz. Na, oké, gyerekek, frankok vagyunk. Mehetünk tovább, itt biztos 80-60-an lesznek. Aha. Semmi probléma, gyertek rám. Oké. Gyerekek, hogyha tudok hova hátrálni, konkrétan nincs ellenfél. Nagyon jó. Szeressük, viszont ott van egy vadárföld. Jó. Itt is kilutolunk mindent, körülnézünk. Ja, valamit ütnek, de ugye az a baj, hogy kívül. Ott. Azok ugye nekem idegesítőek, de na, megoldódott. De ugye nem számítanak bele a küldetésbe. Na nézzük, hogy mi van esetleg. Szerintem sok minden nem lesz itt. Húzunk egyet a medencébe. Na, kelfert föl, köcsögök. Okosba megoldjuk. Nem olyan erősek ezek, de akkor is. Hosszognak a fejek. Jó, mehetünk. Azt a bőtjel, hát ez izé volt, ez kihívás volt ez a lény. Összeköp itt minden, csócsál, aztán ugye rádióaktív ő. Rádióaktív lesz a csávó. Na nézzük.
Ötös, az, nem hiszem el egyébként ezt a játékot, de most tényleg kifogom a Lucky Looter-t maxolni, és akkor elvileg nyíl lootunk lesz. Kíváncsi vagyok, hogy az mit fog, mi lesz a hozadéka. Amit, mit fogunk tudni még kihozni ebből a lootból. Egyszerre jött a kettő, nem tudtam lekezelni. Okay. Konyhát nem is nézem, gyerekek, megmondom őszintén, bocsász. Főleg, maximum szemetesbe fogok turkálni. Főzőerény az pont kell nekem, de mondjuk azt hiszem tudok craftolni, úgyhogy ez lesz crappy. Főzőerény kell a Chemical Stationhez, valami 4 darab vagy 5. Arra se vegyem meg, nagyon megúsztott testvérem. Oké. Megyünk, mint a vonat. A keeper. Jó, hát menjünk arra, merre akarja a játék, ne tököljünk. Itt lesznek ugye azok a leégett szobák, vagy micsodák. De mondjuk szerintem most pont ugyanolyan jöttünk be. Ahova, ugye az a zárt ajtó volt itt, tehát meg tovább kell mennünk. Roncs! Egyébként a legegyszerűbb lenne, hogyha lenne gyapipotom, ugye? És akkor azzal meg tudnám oldani a dolgokat. Mert ugye a gyapotból tudnék csinálni ezért, klotot. Jó, van, nyugodjál meg! Kezelem a helyzetünket! Ja, itt ezelőtt itt tévedtem el ilyen nagyon brutálul. Honnan jöttök? Meggyűjtél, látom, belekeveredtél ebbe a szobába, van itt tereptárgy bőven. Bazek, így jó! Gyártek, more! Eszél a kigyót! Hát ezek hülyék, baze. Nem úgy velem foglalkoztat volna, ették a kigyót. Majd megették az összeset, nem is hagytak nekem. Hát ilyen gépfegyver alkatrész, abszolút nem kell. Akárki, akármit mond, mert belegondoltak. Megvannak mindenből a legjobb gépfegyverem, minek? Úgyhogy olyat nem kell nekünk szedni. A képer az nem olyan szendi. Migruskaja írta, hogy lehetne egy olyan rész, ahol végig énekelve csinálom a dolgokat. Szerintem ne akarjad. Na, jön a palló, ja, igen, arra kell ott elvenni, csak hát a képer az ugrása hadilábon áll. Kukucs, merre kell menni? Hogy? Sikerült! Valamelyik kinyílott, és nem is tudom, ki írta, hogy ez lehet, hogy egy utalás a gyilkos felvonóra. Ezelőtt ugye ezt csináltuk itt. Jó, megütöttél, örüljél! Na, nézzük, hogy van-e valami. Nem fogom lootolni a konyhát. A WC-t se fogom lootolni. Jó, nincs semmi értelmes, mehetünk tovább.
Jaj, ne! Ezelőtt is itt keveredtem bele. Ezelőtt is itt keveredtem bele, még Feliga írta is, hogy már töke ki volt. Vagy mindig rossz fele mentem. Várj, meg nem tudom merre kell menni egyébként. Aha. Ez gyarús. Ja, itt jönnek az ápoló pidák. Hogy mondtam? Fú, ez olyan területeket lecsap. Föcsögnek szana széje gyerekek, nagyon brutális. Ú, nagyon cigány dolog volt ez. Ember. Ez a fajta zombi, ezt tudjátok kire emlékeztet? Az én a legendában volt az a nagy debil. A főnök a többiek meg. Arra emlékezted valamiért. Az ilyen intelligensebb volt egyel. Imádom ezt a kalapácsot. Imádom ezt a kalapácsot, nagyon szeretem, komolyan. Na, kezdünk tele lenni hülyeségekkel. Ilyenkor nekiállok így szelektálni. Zsebblámpa 48-at ér meg, egyáltalán nem is kell. Úgyhogy mehet ki a levesbe. Ez meg úgy eladásra szoktuk vinni. Megtanul. Sehol semmi. Irány, darány. Valószínű arra, de először. Nincs semmi. Jó, mehetünk. Ott van egy nagy laspogya virág. Azt köllele nekem. Jó van. Megpróbáltak megtámadni. Hát, hogy le lesz olyan virágpor. Jó, 27 cement is ott rohadjon meg. Gyors ezeket az helyiségeket kilutoljuk, azt abba vegyünk is a gyerekek. Budi varad. Itt volt a Budi Harrelson, bazze. Itt lutoltam ezelőtt az összes WC-t, azt majdnem vagy faszt kaptam. Hát nem szabad itt ezt csinálni, hallod? Hát megbolondulsz. Budi Harrelson. Ez micsoda nagy poén, ezt biztos században kitalálták. Asszonyok! Maradjatok! Jött az asszony meg az anyósa, láttad? Micsoda bár, micsoda hatalmas táska volt. Jó. Mindjárt lesz, hogy körülnézünk máshol is. Elektronyos dolgok. Aha, onnan jött, ott jöttünk föl. Oké. Okay. Budi Harrelson az le van szarva, szó szerint. Itt jöttünk be? Vagy mit tudom én? Itt biztos lesznek. Keljetek fel, patkányok! Hát a mögül támadni cigány dolog volt. Oké, okay. És ugye itt van a leszakadt lépcső. Maradjál már ne. Itt kell átbújni, és akkor itt föl tudunk menni az emeletre. Gyerekek, azt élhoztam, azt meg kapott egy olyan sallát, hogy leüt be ezzel. A néni. Oké. Arra kell menni, jó. Benézzünk azért, hát, hogyha itt lesz a csodálatos dolog, de úgy látom, nem? Itt meg a budi. Hú, ez alatt végig lutoltam ezt az összes rohadt WC-t. Jó, nem emlékszem, itt lesz az, hogy kin lesz az erkélyen a izé, nem? A loot. Az Isten tudja, van. Na, most az tréfás kedvében volt a játék. Behozott ide
Amikor nem is kellett volna ide gyűni. Itt a leégett kecó, szóval, ahol leestem ezelőtt egyszer. Látom őket, nyugodjál meg. Intézem. Hippo papi intézi. Az a pár faszok. Ne ijesztegessé! Meg ott! Ezt jó szájba vertem. Na! Oké, valami alakul. Az meg befutott a liftbe. Jó! Hát hülyék vagytok? Hát a mögül! Köcsögök! Etörtétek a térdevet! Apátok szövé. Te robot! Takarodsz. Na, eltörték a lábamat. Ez nem volt jó buli. Na, nézzük meg ezt a szintet. Gyaurcsiba. Szerintem zárva van minden, menni fel, kell fölfele. Aja. Jó. Ja, ez annyira nem nehéz egyébként ez a hely. Trükkös volt, öcsi. Keeper kapja pofonokat, de föl van öltözve úgy, vasba. Valahogy egyik még él. Kell föl. Trükkös, mert egyik él szerintem. Nem. Fölöttünk. Jankó, gyere ide le. Röptébe megütlek. Szórakozol vele? Úgy köllött. Még jó, hogy volt rajta bukós is, csak még a világért. Baleset. Baleset ért volna a gyerek. Na. Mamika, mamika, ugrika, zombika. Nem még él, vagy valaki még él itt ebben még. Te hallod, miért behúzott fejjel járkáltak gyerekök? Szóval itt nagyon köverrem a földön, ez olyan ciki. Na. Sehol semmi. Keeper vehet, most már enni. Na mi a pöcs van, már sose érünk a végére? Zöld volt a nő. Ne fussálj egy gyorsan, kis haver. De most egyébként minek ide izé? Minek ide bármilyen lőfegyver? Az meg bekeveredett az üvegasztal alá. Szerencsétlen zombi. Ezt is kár volt foglalkoztatni. Ott egy megint egy ötös izé ilyen kutya füle. Uj. Budi, vagy az ágyakat, ezt biztos nyitva van, én gondoltam, erre kell tovább menni. Akkor nézzük meg a másik oldalt. Itt is ki lehet menni. Ezt megnézem, ebbe lesz a jó kis szotyi. Az kell, vagy mi ez, tök mag. Itt voltunk már? Ja, ide gyűjtünk. Szembe, ott van a dolog, az nem érdekel, minket mehetünk. Ne hülye. Kívül ment bazeg. Kívül ment kerítésen, kívül bazza. Hát már elég legyen. Itt lakott a Deli Peti. A hőrebi. Engem ez a csávó, ez mindig arra emlékeztet, nem tudom, ilyen vékony, ilyen pók kezeivel. Gyűn minden az életem, az őrült. Ilyen fürge mozgású. Na. Még mennyit kell még izé nem vonatoznom lefebb azzal. Hűgött az a cső, azt érdemes filmben, mi? Na!
Most már Tomun vagyunk, itt lesz a felirat a falon. És így gyorsan bekukkantunk ide-oda. Hű! Te volt 10 éve ponyvázva. Fölravatolozták a csávot. Na itt volt, itt van a felirat a falon valahol, nem? Csak hú vagyok itt. Kell föl! Keljetek föl, megjött a Keeper! After party indul. Csak a lányok! Te ne! Te csúnya vagy. De nekem ekopik a izőim komolyan. Fejelgetik itt a izőmet a kalapácsomat. Na figyelj, drónocska, mert itt vannak problémák. Azt mondja, hogy mondjuk ezt a spárga borsó konzervet, ezt lehet megkérdelem, egy darab bőr az hadd ne legyen nálam. Figyeljetek azért, mit tudom, egy-két dolgot azért elviszünk, jó? Mondjuk azt... Nem tudom, mit vigyek be ezzel komolyan, hogy mit rakjak ki, pénz is jöhet. Igazából minden köl, úgyhogy a Keeper az annyira izé lett, surmó. Az összes cuccot meg akarja kapha. Kapha réddeli várja. Ebből ne, és nem jött bele a klot, komolyan. Fuck logic. Híí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 í Te van zárva! Kicsit fürge mozgású volt a gyerek. Ennek ki volt húzva izé? Ennek ki van húzva, ami az Parkerski csávónak? Ja jó, egyébként jó kopárok ezek a belterek, úgyhogy nem nagyon van benne olyan, amit lutónyi kör. Rendesen megjettem. Nem? Ti is beszartatok, mondjátok. Ez mekkora épület? Ó, de cigány dolog volt, bazd meg. Leszakad, amik alatta. Hallod? Menjenek a pöcsönbe, bazd. Mekkora cigányság volt ez? És megint jöjjek rá, hol az anyám balagába körülött tevednem. Leszakajtott, töcsém. Komolyan mondom, ez most mi volt? Alig találtam meg azt a rohadt üzét útvonalat. Jaj, kukorica, kukorica, János. Hú, szakadtam le, itt szakadtam le egy, nem? Komolyan mondom, hogy ez egy bunkóság volt. Várjál. Most akkor itt merre is? Bazza, most belekeveredtem, testvéreim. Ja, ott mentem át, az egyszer oké. Okay. Itt gyűjtem el. Gyűjt a Keeper. Kigyűjtem ide. Ha ott lehet följebb menni, várja akkor. Jobbra lévő helyiség. Bazza, be van zárva. Itt te. Leszakított a játék! Megszopatott. Nem örülök ennek egyébként, már itt ez szúcsú dolog azért. Ja. Megjöttünk, végre ugyanod vagyunk. Itt szakajtott le. Kösz. A kur... nénikédet azt bazd meg. A kug... Hogy a rossz sem nem ötte meg, várjál. Hát megoldja a Keeper bunkó módon. Várj, adj egy... Hú vagy. Adj... Azért tartalak, gyere ide. Júz, és akkor fölmegyek be az a blokkal, most komolyan mondom, megvarított ez a csávó itt. Azt gondolom egyébként lereszetel. Figyelj, hallod? Olyan cigánymód csinálom. Így fölmegyek full szintre, aztán jó. Na, itt estem le. Hát ott van az a valami kotla. Igen, itt es... Na, megoldjuk itt a mi kicsibe. Te! Hú, na, drónom. Nem kötöttem be a lábomat. Nem júzt nyomtam rajta. Toljál le nyugodtan, bazza, még az hiányzik, hogy nem. Júj, ne! Valami van fölöttem, és le akart tolni.
Gyere ide. How may I assist you? Hát használtam izőt, nem? Nem. Ezt miért nem engedi használni? Nem használhatom azt az itemet. Ha úgy van a törött lábom, hát arra nem lehet használni, vagy csak a sínt. Mi vagyok én, vasutas? Na. Meggyüttünk. Keeper béna volt enyhén. Na várjál, akkor van sined is, ugye? Hol van a sín? Bazz, mi a fasz van? Ez valami hiba, gyerekek. Közben nem használtam ezt az itemet. Ott van az izé, kificamodott lábam. Hát hogy ne lehetne használni? Ej! Most fejezd be! Most fejezd be! Hát komolyan mondom, a laptopos, a édes anyád valaga neked meg. Hát komolyan mondom, ez szopadtak itt el. Anyám, stop. Nem. Beugrottam a szökrénybe, most ez jó volt. Törött lába itten ficánkoljak. Jó, meg itten semmi nincsen, jól van. Na menjünk már valamerre. Hát öcsém. Szopatják a keepert kevésbe. El van törve lábam, legyetek kivéletesek. És szövetek. Az öreg asszonynak a segére rávertem. És meg itt még arra. Jó van. Így törött lábba ugráljak. De ez egyébként ez tudja, hogy valami bug. Hallod? Nem használhatom azt az itemet. Figyeld meg, még szerintem ki is írja, hogy azt kell használnom. Ja, bazze, hülye vagyok. Ez ma... Nem. Bazze, mi van velem már ma? Hát faszod. Sose tudok ugrani, annyira el van gémberedbe a lábom. Na itt meg megint nem kell leesni, nem? Kipör izével hamis módon oldja meg a dolgokat. Building blokkolik. Na menjünk már föl a 100. emeletre, mert megőrülök. Na. Most nyílik ki majd ez a... ez. Érzem már a fölútnak az illatát. Szerintem össze megjöttek a vendégek. Elébe megyek a pofordak. Na, bujocskázunk? Lír. Törött lábba szarakodjak, kösz. Ezt is kiütöm, mert ezt le fog innen lökni. Megbolondulok. Na! Tárték előre. Köcsögjetek mindenhol nagy. Jó van. Öcsém, azért ezzel lehet tömeget osztatni, nem? Így... Minusz 20 zombi. De tényleg, ez nem beteg ez a fegyver. Nem beteg. Várjál. Benyomok egy ilyen időt. Dobozt. Ez a fegyver... Ez annyira OP. Hogy nörfölni kellene, komolyan, nem? Nem sok ez egy kicsit? Szerintem erős egy picit. Na, mit mi van, merre, hogyan, mikor? Te föl kell ugranni. Ja, itt is vannak ám dolgozók. Na, valaki, döntsétek el, hogy kiüti a kerítést, meg ki a fejeket. Dugi cucc? Semmi.
Hát mondjuk nem műanyag, tudom, de nem könnyű anyag. Na, tehát ön biztos milliárdan. Úgyhogy ezt már föl is készülünk. Senki sehol? Vége bulirak? Úristen, még mi... Hú, ez szumi volt. Beszakadt. De nézzé, Keeper a ninja. Na, vagytok? Mi a pöcsöm van ma? Amúgy lehet, hogy az íjozás az nem lehet rossz dolog, nem? Vagy ez nagyon kaki lehet? És akkor most még lejjebb, most meg lejjebb, lefele megyek? Ha már megvarulok. Fut neki fallak a képőre, mindjárt. Na? Ja, itt a főút, igen, itt az erkélyen. De hát itt még szerintem lehet, hogy kifutnak egy pár ezren. Na jó, nem tökölök, hallod? Na, itt árazunk egyet okosba, ahol itt. Hát eljártek, baszd meg! No. Basszátok meg, mi történt itt, hallod? Csak lekéstő a buliró ember. Ne haragudjál meg. Halljátok? Ez a fegyver. Ez nem OP, hanem így, nem is tudom, nem kellene a játékba. De most szalá komoly, nem? Ennek a játéknak nem, vagy ennek a fegyónak nem kéne létezni. Te meg izé, persze. Megjött a hülye gyerek is, aki a izét üti inkább. Na, nekiállunk a lootnak. Nekiesünk, mint Tóth az anyjának, el. Te meg itt röpködjél, persze. Na. Hoppa! Várjál. Eddig kaki. Kaki-maki. Kaki-maki kettő. Kaki-maki sok. Kaki-maki. A lila láda, figyeljetek, abban lesz a hatos szajré. Oké. Okay. Kaki-maki, kaki-maki. Együnk egy izét, levest. És ebben lesznek a jó izék. OP cuccok, e. Láriba, meg ebbe. Bele is nézzük okosba. Hát ebben annyi lőszer van, hogy egy második világháborút el lehetne kezdeni. Hatos hammer. Hát, hogyha nem lenne, akkor úgy örülnék, mint vajon farkának, de van. Na várja, szia, hey. Great to see you, master. Van-e valami, amit el tudnák helyezni nálad akkurátusan, meg van-e valami, amit ki tudnák dobni? Ez virágmagodban az egy darab, de nem merem kidobni. Krumplivag vehet a levesbe. Van-e olyan, ami 5 darab hús, mondjuk, az megint annyira köl nekem, mint a szar a zsebbe. És megint lehet majd ezek rájolni, hogy kidobtam az 5 húst. Meg ezt a berit, te tudod mit megeszem, elrákcsálom itt fölön, egészséges. Nem veszed kárba. Na. Jó. Te Mária, mi van itten? How may I assist you? Jó, van mindjárt, figyeld, láncfűrész hegyek vannak, megnyithatnál azért a praktikert. Meg ez az egy kukorica is, az kurvára nem kell nekem. Bármennyire is tudom, hogy nem kell csúnyán beszélni. Nem tudok magammal bírni, amikor ilyen van. 3 csont. Yes. Fasza. 6 kő. Oké. Okay. 6 fa. Vannak ám itt a csuda dolgok. Jó. Most már azért egyre több dolog fér. De még mindig nem elég. Ez megy a scrapibe. Ez megint megy a scrapibe. De mi esett le oda, hallod? Valaki furja a falad, vagy nem tudom, mit csinál. Jó. És még itt van a csoda nagy láránk, amiből nem tudom, nincsen izzaig sajnos candy bandy, amivel föl tudjuk törni, úgyhogy hivatkozzatok, hogy a 18 kulcsunk az elég lesz, addig előttek egy sört, ami kinyitja, jó? Ahogy lehet, hogy 100 sört kell innom, amíg ez kinyílik. Fogadjunk be, beszívunk, de szétverem akkor, mint a paraszt a taxi órát, komolyan. Az a nagy cumi, hogy 4 másodpercről izel indul újra, hogyha
félelsz, figyeled? Hiába egy tized másodperc van vissza. De mi az anyám van? Hát mindjárt neki járok, szétverem. Ó, a szöver álljon be. Ha azért... Na, kinyitotta, nézzük. Hát nem tudom, nem vagyok elégedett. De egyébként az a nagy bajám, itt most már, megmondom a frankót, hogy nem tudom, mit várunk, érted? Mármint itt kb. Megvan mindenünk. Tényleg brutálisan meg... Na ez is. Nézzük át, mi az, ami tényleg nem kör. Murky Water 3 megy a leves. Ezek jók, ezek még jók, ezek még jók. Menj az anyádba. Meg egy boxer izé, boxer vas, ez se kell. Várja, ma. És tudom, agyalok. Még ki kell pucolni a területet, úgyhogy még szopunk itt, mint a torkosból. Meg itt is ilyen, érted? Meg négy darab ilyen valami csoda. Hogy a szeme álljon meg itt a dolgok. Mi az, ami nekünk még annyira kell? Igazából a pénz az nem rossz. Meg ez is gyűhet. Kincsös térképek is tudnék örülni. Hát bazzer, nincs hogy semmi helyük, gyerekek. Mechanic part, meg ez is menjen azt. Így már jobban érzem magam egyel. Viszont marha gyorsan meg kell nézni, hogy van-e ugyanolyan a slaton. Murky Water, Aloe Cream, Scrap Polymer, meg ilyenek szerintem. Nem ebből fogunk. Ja, ki kell nyírni ezeket megint. Azt akar... Humban ez. Csávó. Alul föllő vagy kin. Valahol duálykodik valaki. És ugye emiatt a küldetés nem igen van meg. Szerintem vagy fölöttünk, vagy alattunk van, de inkább lehet, hogy fölöttünk. Mindjárt megnézzük. Megsassadjuk, de hát hol tudnék fölvenni okosba. Hát itt, na itt. Kiper itt tüzebb kockáztassa az életét, lássátok? Miattatok? Ha nem tudok fövedni, mert hát szar van a palacsintába. Hát szar idő miatt nem tud. Le fogok esni. Remélem fölöttünk van, mert ha nem, akkor ered vágok magamon. Még ennyire föl is jöttem volna máshogy, nem igaz? Nem körül van itt torlásztatnom magam. De hát ez nem lett volna annyira egyszerű. Na, fönnmarad valaki, vagy mi van? Tönkreteszitek az életemet itt. Na, hol vannak itt, vagy valakik, vagy mi van itt? Hol ez a csávó? Akkor elég se fönn van, hanem lenn van. De jó. Itt nem lehetett, ugye? Ezen a szinten. Ja, nem. Ó, de jó, komolyan mondom. Nem tudom, hol van ez a huligán. Fasza. Istenem! Hát komolyan mondom, hogy hol a túros, mácsikos, nem akarom csúnyán beszélni be van. Ez mi volt ez? Sanyika, te voltál? Itt vagy? Bazza, leköptél vagy mi volt ez? Jaj! Látod, most te miatt leesünk, édes Isten!
Hát komolyan mondom, már rohamot kapok, hogy hol a vérbe van az a... Most meg úgy, hogy jöttem ebbe a lift aknalba, hogy ez őrület. Jaj! A rohadt küldetéses idesanyja valaga. Hogy lemenjünk izé, valahogy leugorjak. Aztán valami lesz, nem? Figyeld. Kitor kevés lesz, mint a Rambo 3. Na. Keresgéltek egy darab zombit, tehát rá, csúcsúva izéve. Helyen. És most megint alattam, vagy fölöttem. Kezdem elveszíteni a türelmemet. Mint egy nyomvott zombit bazzek elkerestem. Hol van az a zombi bazze? Itt futkorászik valahol, de hol? Alul, fölül. Szerintem... Hol vagy testvérem? Már mindjárt megőrülök. Most az hol van, bazza? Most még lejjebb? Vagy még följebb? Valahol pont alattam itt. Mindjárt nekiállok komolyan fúrni, vagy nem tudom. Talán. Nem. Most nem is itt. Még lejjebb. Ott van bazd. Oda nézzél, höcsém. És emiatt kellett itt izélre. Ekecsönöm, gyerekek, hallod? Ez, nem vagyok erre felkészülve már. Esküszöm. Eskü, ez már nekem kezd sok lenni, bazza. Mi volt ez? Márve! Hol a motorom? Ez már egy kicsit sok volt nekem, gyerekek, ez brutál volt. Hol a hátrafele, hogy megy ez, öcsém? Jó van! Legalább csináltuk valamit, de nem vagyok boldog. Megmondom őszintén, egyáltalán nem vagyok boldog. Na, nem volt ez jó. Utálom ezeket a ragyizeiket. Vagy nem tudom, nem is az, hogy utálom, tök jó. Csak az a baj, hogy már elmúlt a... Az a varázs, hogy izgalmas legyen, nem? De mi érezzetek így? És az a gond, hogy egy idő után tényleg az, hogy túl felfejlődsz. Gyakorlatilag... Nem tudsz tovább bizony, nincsen, nem tudsz tovább progresszelni. És gyakorlatilag egy idő után ugyanaz lesz. Ami nem fogunk tudni csinálni 7-es tier questet, mert nincsen. Mert nem tudunk csinálni semmi plusz összet, értitek. Jó, még amit meg tudnánk csinálni, az ebben a játékban én úgy érzem, hogy... a járművek. Aztán vége. Vége. Tényleg. Figyeljetek, tök jó, a legjobb vépörök vannak, weaponök. Legjobb lootok vannak, van egy bázisunk, ami igazából tök jó bírja. Ez valami probléma szerintem, hogy... Hát, egy ilyen... Így kell megfordulni, és akkor ez így jó. Mennyi!
Lucky 7. Jó, leadjuk a küldetést, viszont a motorba ki kéne pakolni, mert annyi helyem nincsen, hogy a quest cuccot át tudjam venni. Ja, ez problém gyerekek nekem. Congratulations. I'll break out the grandpa's moonshine so I can celebrate. És akkor ennyi. És akkor megcsináltad, és konkrétan már majdnem maxok a izék is, a craftok is. Ah, szintet is léptünk viszont, ez jó. Úgyhogy a szint lépése, mit akartam? Akkor beszéltünk arról, hogy... Master, we are not alone. Milyen fasz? Na jó, menjünk fel inkább. Fuck yeah! Ez a rampa, ez nagyon bejön nekem. Itt fékezni kell a végébe, különben kenődünk. Oké. Okay. Na, skillpont ügyileg. Te egyébként tök... Na, jó mondaná, ezt a Lucky Looter-t kihúzni. Viszont ugye akkor most Radengan és a Parkert tudjuk egyehúzni. Hát szerintem lehet, hogy a Parkert húzom. És akkor még nagyobbat tudunk ugrani, ugye? Az mennyi a nagy? Hú, ez tök jó. Szerintem ezt kiúzod maxra, felugrasz egy szint magasra, nem? Ez tök jó. Sokat ugrálunk, úgyhogy ez kell. Ezekre vagyok kíváncsi, ezeket nyitom ki. Ja, ilyen pengecsapda megint, vagy 10 darab. Ja, meg az elektromosság, amit ki tudnál húzni, ugye? Más nagyon már nem tudsz ebbe a játékba szerintem. Nem, srácok? Hát ez szomorú, de tök így érzem. A izéket megcsinálhatnánk. A térképeket. Az úgy érdekes lenne. Van motorunk is, meg minden. Ezeket is már mind megtanultuk. Akkor átugrunk, beverjük a fejünket. Ja. Most több mod. Meg ez az alkatrészek, ennek is, ez is teljesen érvényét vesztette, hiába gyűjtögetem őket. Lényegtelen, mert konkrétan nem kellenek, úgyse fogunk semmilyen fegyvert craftolni, meg semmilyen, jó, még az esetleg az armort, itt annak se sok értelme van. Egyébként viszont van olyan set, amelyik izé loot stage-et növel, egy olyan setbe elmenni lootolni, azért lehet, hogy az tök jó lenne. Nem tudom, az melyik az. És ennek még azzal ki lehetne egy úgymond maxolni a játékot. Ebből is már annyi van mindenből, baze, nem tudom. Kontrollálatlan a dolog. Oké. Van itt még a kő. Kő. Ja, hát meg lőszert is nem kell gyártanod. Konkrétan semmi értelme gyártani lőszert, nem? Belegondoltok, mi a francnak? Ugye azt mondtátok, hogy még régebben, hogy talán az lesz a lőfegyver a problémám, hogy nem lesz elég lőszerem. Na hát, úristen, hát nem is kell, mert... Ja, itt egy kicsit reddet rakok, mert össze lett keverve. És amik bemennek hozzá, azok maradjanak nála. Más ugye jöhet ki. Jó. Ja, meg lőszer lehet nála. Oké. Okay. Sőt, nem is kell egy lőszer. Ez is, viszem ezt a rengeteg lőszer, de minek? Nem? Tehát
ez is csak gyűlik. Miért se érdemes gyártani egy darabot se? Srácok. El vagyok anyátlanodva, hogy most mi lesz itt. Mi lesz itt velünk, mi lesz a következő, mi az, amit tudunk meg csinálni, mert gyakorlatilag tényleg kicsit úgy kezdem érezni az egészet, mint hogy kijátszottuk volna a játékot, nem? Tényleg egy ilyen. Mint hogyha tényleg úgy lenne, hogy. De ezt a rezet is minek olvasztom be, érted? Itt is ez is elvesztette a relevanciáját, hogy a rezet beolvasszom. Hát minek? Hát úgy fog egy darab lószert se csinálni, hiszen annyi van, mint a sár. Hát semmi értelme nincs. Túl könnyű jött a játék, gyerekek, nem? Ami érzitek így? Vagy csak ezt én érzem egyébként? Legendary parcom is már végtelebb egyiségű lesz lassan. Sörétes lőszert abszolút nem használjuk. Ebből is tök fölösleges vinnem, szerintem ennyi bőven elég. Megint kajákkal egy illet, mint a sár. Azt se érdemes csinálni, mert ugye minden egyes hatos tírnél kapsz 10 darab ilyen izét, ilyen fullos kaját, amit egyszerűen nem tudsz elhasználni. Hát ez nem érdemes kaját csinálni, kész. Kaját nem érdemes csinálni, lőszert nem érdemes csinálni. Fegyvert nem érdemes csinálni, mert igazából a legjobbokat kilútolod. Az is, annak se sok értelme van, nem? Úgyhogy egy kicsit így tényleg elvesztette a varázsát a játék számomra. Szeretem meg minden, meg én elbibörődök vele. Csak lehet, hogy egyébként még így... hát a nézni lehet, hogy nem lesz olyan érdekes így. És én emiatt aggódok leginkább, mert én eltök a részek vele, tök így el vagyok. Elaró cuccok, pénz. Jó. Elviszem ezt a kettőt, meg viszünk ide Augert, aztán kiássuk ezeket a izéket. Kíváncsi vagyok ezekre a lootokra. Legalább azok legyenek, nem tudom. Van lootos kending, majd azzal fogjuk kinyitani őket. Szóval gondolkozok, hogy még mit lehetne csinálni. Ja, azt a ruhákat meg kéne nézni, hogy melyik. Várjál, azt gyorsan megnézem. Talán megtalálom őket, Ruci. Armor, ennyi. Vagy azért rakja így, mert itt kell megcsinálni. Armor, ja. Ja, hát így meg nem ír róla semmit. Nincsenek izeink. Meg kell néznem egy táblázatot, hogy mi ad nagyon jó, mi ad lootot. Milyen armor, és akkor azt fölvenni akkor, amikor lootolsz. Fő lootot. De hát igazából már hova akarom fejlődjön. Nem srácok. Ja, ezeket kiállásom, annyit megcsinálok, jó? El is indítunk egyet. Oké. Rendben van. Milyen messze van? Megjelölöm már csak azért, hogy tudja, milyen messze van. Hol az anyámban van? Hát... Jó van, csináljuk gyerekek. Hát igazából ráérünk. Ezeket kiszedem, megnézzük, hogy mik vannak benne. Vannak-e értelmes dolgok, ilyesmi. Ja, azért jelölöm meg, mert akkor mutatja a távolságot, mert amúgy meg nem, ugye. Jó, üzemanyagot hoztam, augert hoztam. Ez a jó kis bányám. Már jó széttúrtam, figyeljétek. Innen szedem mindig az alapanyagot. Amúgy ezeket, ez tök jó ez a motor, mert ezeket itt szépen széttöri, ezeket a dolgokat gyakran. Imádom ezt a motort, ez jó. Szerintem talán ez le... Gondolom a gyrokopter azért jó. Jó hát. Csak hát ezzel meg ugye mindig meg kell tervezni a leszállást, mert nem függőlegesen száll fel, ugye arról beszéltem, hogy ez nem helikopter. Ez egy teljesen más repülőeszköz. Nem keverendő a helikopterrel.
Lehet, hogy valami modolt sorozatot lehetne ebből csinálni, ugye? Vannak tök jó modpakkok, amik tök jól működnek. Amiben például tök sok autó van, sokkal részletesebb ugye maga a mechanikája a játéknak. Mármint úgy értem, hogy összetettebbek a craftok, minden sokkal, sokkal részletesebb. Egy ilyen modolt sorozatot lehet, hogy kellene belőle csinálni, de írjátok meg nyugodtan, hogy ez alá a rész alá, hogy mégis mi legyen, mert tényleg én ezzel eltökörészek, csak nem tudom, hogy ez hosszú távon mennyire lesz érdekes számotokra is. Hát persze. Mert két lövéssel kiirtasz egy ilyen szart, ez tök jó. Imádom ezt a fegyót is. Ja, hát elértünk egy olyan szintre szerintem, hogy konkrétan nincsen ellenfelünk. Vágjátok, hogy nem haltunk meg már iszonyat régóta. Meg még ráadásul gyűjtögetünk alapanyagot is így. Ja, így egy kicsit könnyebb kiásni a treasure-t, nem? És látszak. Egy tortúra amúgy, így meg. Ráadásul még alapanyagunk is lesz. Hát ez jó. Így már azért élveletes. Jaj, de utáltam ki. Kézzel kiásni. Mekkora flash így. És tudom, hogy hol van ám. Ez jó volt. Megnézem, hogy hol van ez a kör. Aha, arra. Jó. Na, valami. Ugye van olyan skill is egyébként, vagy perk, hogy olyan treasure hunter, hogy akkor pontosabban látod a treasure-öknek a helyét, de szerintem az egyik legusless-ebb perk, ami létezhet a játékban, mert gondoltak. Na, elvileg itt kéne lennie, hol az anyámban van? Ah, ott van, jó van. Egyszer rápróbálunk, aztán, hogyha nem sikerül, akkor ki a ugerelem. Mert nem akarom itt izé elcseszni. Várjál, lutos... Ja. Egy lutos kérdést azért beküldök. Hát, hogyha valamit befolyásol. Aztán auger előbb nem tökörésze kávét. Ha hozzáférdék. Hát, hogyha valami jó loot lesz benne, nem tudom ilyen loot stage-en mennyit befolyásolja. És mennyi stage-ünk van? Hát 300. Ez nem rossz. Nem rossz. Na. Igen. Jöhetnek itt csoda dolgok, gyerekek. Oké, mehetünk a következőhöz. Egy megvan. Gyorsan megjelöljük. Merre van? Egyáltalán annyit szoktam megnézni, ugye, hogy arra van. És akkor tudok visszagyitteni. Hogy a karakteremhez képest. Hát ez körülbelül ott van baza az ideje a tradernek. Ez jó. Na, húzi. Ez a motor, ez imádom azt a motor. Annyira megy, tök jó dinamikus, rajt van a supercharger mód ugye. Csak hát jó, hát ez a kiég, egy robbantott földön, vagy mi az vészletlen, azért járművel közlekedni a vadonba, nem egy életbiztosítás. Vagyis ilyen szar, mert ugye tele van ilyen objekttel. Na jó, azt is kiszedjük,
Most lesz egy kis pénz, csak az a baj itt is, ugye az merül fel, hogy mit veszel? Mit veszel? Minek kell a pénz? Ha megvan minden. Ez egy katonai bázis, nem? Ez egy katonai bázis, vagy mi? Micsoda katonai bázisok van itt. Benézzünk egy pillanatra. Jój! Nem, ez ilyen gold rush. Nem tudom, ez mi akar lenni. Kíváncsi vagyok, mi van itt. Spear, hatos. Kis lootot azt néha. Meg egyébként megy a izénk pont. Nördös cucc volt. Megy a, tudjátok, hogy még. Ja, de itt voltam ezelőtt. Már tudom, melyik ez. Itt van a izé. Itt van az a föld alatti kutyafasza. Ugye ott, abban a sarokban. Itt volt az a millió zombi, amikor ide bementem. Itt, ott. Igen, ott millióan vannak. Ugye ott az ember meg tudna azt csinálni, hogy várja, itt valami trükkösebb ekkere oldalom. Ami viccesen. Van létre oda föl? Itt kurva sokan vannak gyerekek amúgy. Aha, és most már jönnek is. Az a baj, nem látod őket most ilyenkor a mapon, tudod? Nekem is az van, hidd el. Mivel van egy létra, itt. Itt millióan vannak. Az jó XP-t valam lesz. Oké. Itt kurva sokan vannak gyerekek. Itt tudjátok mennyien? Itt volt. De mondjuk lehet, hogy a küldetést csinálsz, akkor többen vannak. Halanyád úristen, nem vettelek észre. Ugye itt van alatt a főlút egy ilyen. Jönnek ám minden bogarak, bazze. Fertőzött vagyok, minden bajom, ma jó van. Igen. Készülök, jó, bocsánat, kicsit elgondolkoztam. Már nem tud lépcsőre venni szerencsétlen. Ez a parkour skill lesz szerintem, barátabb lesz. Baráti hely. Amíg te élsz a kurva életbe. Ugye nem mutatja most ezeket a piros pontokat. Ez emiatt eléggé szívás. Na most egy kicsit is furolog, gyerekek. Lett kedvem ehhez a hülyeséghez.
Mindjárt lemegyünk. Igazából nagyon félivaló abszolút nincs, én úgy érzem. Ott van egy egészségügy dolog. Mint ilyen túl OP-k vagyunk. És akkor használjuk ki, nem? Akkor daráljunk. Gyerek! Faszod öti a szegeted. Én biztos lesztek, nem baj, rendet teszünk, ha úgy van. Oké. Jó kis XP far, meg még kis lootot is szerzünk mindjárt. Csak majd a lootos kaját azt ne felejtsem betolni, ahogy van. Most végigfutok, azt megnézem, van-e itt még valaki, de szerintem ma még kell, hogy legyen. Ennyi lenne a főút. Lehet, hogy változik a főút úgy, hogyha questet indítunk el, ugye? Akkor jobban dobja, mert ez elég így ér, nem? Úgy látom. Na mindegy, kilutoljuk. Azért egy candy-t rágyomunk. Mi a fasz ez a hang? Mondjuk ötös bot. Nem szar. Meg ötös láncfűrész. Megpróbálok egyet. Nem jön össze, akkor auger. Igen. Hát gyerekek, nem tudom, semmi olyan extra egyébként. Jó, megyünk is a felébe gyerekek, nem fogunk itt tökörészni. Erre voltam kíváncsi, de szerintem úgy néz ki, hogy a főút az változik, hogy a küldetés csinálsz, mert ugye itt volt a főút, vagy pedig ugye ez egy alacsony tír. De szerintem azért annyira nem alacsony ez. Még lesz, vannak egy csomó nem. Csak ugye azok még nem triggerelődtek szerintem itt. Ne nem. Mondjuk itt lehet, hogy vannak benne. Jó, ne, menjünk tovább. Az volt a fő loot, azt tudom. Mert már csináltuk. Küldi be. Hűha. Megtűzött a izébe. Mert vasba. Igerenda vagy mi az? Na gyerekek, gyorsan kiássuk ezt is. Hú, mennyi kocsi van itt, te. Jó, auger, kerés lesz. Még van 3 perc vissza a csokiból, jó lenne.
Jó, de még havar, meddig kiásni. Még szegény kutyát is szétfúrom, figyeld. Ezen a szinten érdemes nekiállni fúrni körbe. Ahol éppen elkezdődik ugye a... Mi az? Kő. Na merre szűkül ez a cucc? Elvileg szerintem arra. Ugye, yeah, jól látok? Uh-huh. Kell lennie valahol. Meg kéne vál lennie, mindig az utolsó. Jó, valami jó, nem baj. Nyugodj meg. Nem hiszem, hogy nem találom meg. Komolyan mondom, mindig az utolsó pillanat. Ott van a... Nem is tökölök, mert úgyis elcseszi. Na. Sajnálom. Megint, ezek, az a baj, hogy ezek full useless cuccok nekem. Meg igazából azok mondt, hogy a lootok szempontjában majdnem minden az, nem? Nem tudom, mit csináljuk gyerekek, komolyan. Meg vagyok lőve, hogy mi az, amit érdemes lenne nekünk még csinálni. Szerintetek mi az, amit érdemes lenne csinálni? Komolyan. És ez most egy... Olyan kérdés, ami tényleg fontos lenne. És ugye megint... De ezeket érdemes? Merre van? Arra van. Megnézzük egy ilyet. Ugye ez másik fajta Nicole, nem tudom, hogy bármi változik-e. Kíváncsiságból megnézem, hogy lesz-e valami változás. Easy Rider, öcsém! Én nagyon bírom ezt a verdát. Egyébként kettő darab komolyabb modpakkot is tudok a játékhoz, amelyik ilyen, hát hogy nevezik azt a modpakkot, ami teljesen megváltoztatja a játékot? Fú, nem is tudom, hogy az hogy nevezik. Van egy speckó neve a modok között annak, amelyik teljesen megváltoztat minden. Az egyik az a Undead Legacy, azt hiszem, hogy talán jól rejtem. A másik meg egy ilyen Westernes. Ugye az Westernes azt csinálja, hogy gyakorlatilag vadnyugati környezetbe alakítja az egészet, teljesen új fegyverek, meg így konkrétan minden, a zombik is ilyen, mit tudom, ilyen vadnyugatiak, meg ilyenek. Meg ugye van az Undead Legacy, amelyik talán a legnagyobb volumenű mod, ugye? Az mi a picsa volt ez? Legnagyobb volumenű mod. Én azt hittem, hogy itt van egy lyuk. Az ott ugye tök megváltoztat mindent, rengeteg járművet hoz be, rengeteg újdonságot hoz. Kraftolás, alapmechanikai dolgokban is csomó mindent lehet csinálni, amit ugye ebbe a Varilla verzióban
Úgyhogy talán még az, ami érdekes lehet. De abból is egy ilyen, tényleg egy ilyen komoly sorozat, mint ez. Szerintem jó jönne. Hát ugye ezzel meg viszont, csak az a baj, nem tudom, azt meg lehet oldani. Ezt megnézzük, ezt hát, hogyha valami más dob, jó? Kíváncsiságból. Ne! Ó, édes Istenem, hogy végre egyszer szerencsével ebbe a játékba. Hallod? Bazd meg, ez jó lesz. Ez vicces lesz. Kösz, haver. Megjöttél, látom. Egy hulla be ebbe az ebben a görörbe, meg én. Meg egy láda. Ja, hát ezek mind olyan cuccok, gyerekek, ami... De jó. Ezek mind olyan cuccok, amik igazából nem a legfontosabbak nekem, meg nem sok értelme van őket összeszedve. Ja, úgyhogy akkor ez, figyeljetek, ez milyen ez a hely? Mindig ezek, meglátok egy ilyen helyet, aztán legszívesebben neki mennék, belemennék. Ja, bazd meg ez a izé. De bazd meg, mi ez? Hey. Nem a... Itt van egy trader. Gyerekek! Ez hülye ez a játék. Itt egy trader. A másik trader mellett. Nem hiszed el? Egy trader Joel. Konkrétan baszom, nézd már meg izével. Hallod, ilyen... Nem tudom, hogy a pár száz vétele. Lol. Hát ez nagyon érdekes. Ez most nagyon, nagyon vicces. Hogy a Ziker testvére itt van a üzerek csávorák. Ez vicces. És ráadásul... Ez is ugye azokat, valószínűleg ugyanazokat a questeket adja, vagy pedig lehet, hogy nem ugyanazokat, de... Ugyanúgy tír izéket tudja szórni. Mennyi... Hoztunk pénzt magunkkal? Bazd, mennyi pénzünk van? Viszont pénz az volt ebbe bőven. De jó. Na várjál, testvérem. Hát, hogy üzletelünk ám egyet, tesó. Föl is veszem a csúdalap szemüvegemet, meg megnézzük, hogy van-e. Milyen csocsiid vannak? Van jailbreakered, menj a francba. Nekem curl. Többé az meg le van szó. Nincs inventory helye, várjál. Hol van a izé? Figyelj, gyújtja meg. Üzlet van épp kilátásban, jó? Például nézzük meg, miket tudnánk tőled eladni. 300 lőszer megy, pénz is megy. Meg van itt izé, jó ív, van itt péter is. Meg itt is van még, ja, nem hülye vagyok, ezt nem akartam berakni. Ez meg nem cipelgesd a papírt, mert hátba lesz ő vágva, gyerek. Várjál. It is a pleasure to serve. Ez kell neked? Van, ha nem, akkor én ezt eladom, jó? Nem baj, borér. Az is megy elemezbe, az is megy elemezbe. Jó, kicsit üzletelünk. Hol van a izé? Ezt benyomjuk. Ezt akkor mehet a bartering ezerrel. Szeretnék eladni dolgokat neked. Ezt is szeretném, ezt is szeretném. Ezt is, ezt is. Ezt már nem veszed meg mi. Akkor vedd meg ezt. Vedd meg ezt, mert az se kell. Hármat kidobunk. Arany, érdekel, remélem. Pénz, nagyon érdekel, gondolom. Ez is érdekel. Ez is érdekel. Jó. Nagy pénzeket kerestünk, gyerekek. És akkor nézzük meg, mi van nála. Szépen okosból mindent végignézünk. De most egyébként megnézhetném itt a izét. Hogy melyik ad. Hogy mi ad.
Az XP-t ad többet. Egyébként ilyet megvehetnék, ami még ugye nincsen maxon. Először nézzük végig, mi van nála még. Ja, hát steelt esetleg, ó, van ilyen. Ezt mindenképp ilyet is. Filtert, megvegyük a filtert 5000-ért? Megveszem, nem? A méne. Van nála fösték. Fösték az mindig van nála kötfen, úgyhogy az jó. Legalább ki tudom fösteni már végre azt a kecót. Talán. Van nála motor. A motor az köl. Jó. Jó. Nem rossz ez így szerintem. Vettünk egy-két dolgot. Ja, ezeket a könyveket gondoltam, hogy lehet, hogy meg kéne venni. Nem, amit esetleg ugye még nincsen kimaxolva. Ugye azt látod, hogy ez becsukott könyvnek számít. Nem ilyen a gyerekek. Azt akkor fejlődünk, meg esetleg azt a steelt is megvehetem. És akkor steelre tudok majd fejleszteni, meg mit tudom én, ilyesmi dolgok vannak. Oké. Könyveket tanuljuk meg. Még sose rosszak gyerekek, hogyha ezekkel fejlődünk, ugye. Egy kis XP-t is adnak, meg még minden is van. Jó. Oké, bazza, itt van egy trader. Ez viszont marha jó, hogy itt egy közelben egy trader, mert kettővel tudsz üzletelni folyamatosan. Ez tök jó. Sima medve. Sima medve nem körekük. Hello, bocsánat, vedd el. Már akkor már nem egyáltalán, ugye jelölünk egyet. Brutál közel van a kettő. Trader egymáshoz. Jó, egy kilométerre van a két trader egymáshoz, és mind a kettő ugyanebbe a városba. Amik konkrétan ugyanúgy adja a questeket is. Hoppa, itt egy airdrop. Gyerekek, máma szerencsés napunk van, úgy látom. És az airdropot lehet, hogy úgy fogom kilutolni, hogy megint megeszünk egy looter csokit. Nem éne. Bazen máma izője van, máma. Megfogtuk az Isten lábát, gyerekek. Jaj, ezt már nem is kell kiütnem. Jó. Van looter csoki. Fú, gyerekek. Nem tudom, mit várok, érted? Jó, az a két doboz az jó. Mehetünk haza, gyerekek. Jaj, de jó. Hát, különben tök jó fejlődünk. Csak az a baj, hogy most már szerintem annyira durván fejlődünk, meg annyira sok jó cuccot dobálnak, hogy a különböző... különböző helyeken, meg különböző lutok, hogy már szinte túlzásnak érzem. Szoktam erre menni? Ja, ez pont oda vezet ez az út, ez jó. Ugye lesz egy balkanyar, és akkor itt lesz majd egy rendőrautó. És kb. Ugyanúgy fog kérni, vagy valami nem, de... Ja, itt a mentőautó, igen. Ez a motor, ez nagyon beteg. Ez jó. Rendesen vált. Kurva jó. Jó van, gyerekek, questet nem csináltunk, úgyhogy nem érdemes bevenni. Ha megyünk haza. Szereztünk egy csomó mindent. Finoman. Azaz. Oké. Okay. Jó van, egyébként jó, én örülök ezeknek a dolgoknak. Például ugye a kollektorba tudok akkor megint rakni dolgokat. Valamelyikbe abszolút nincs semmi. Valamelyikbe meg szűrőre volt. De ebbe például csak, ezekbe csak szűrő. De tök jó, hogy írja, hogy sárgán. Nagyon szuper. Ez is jó egyébként. Én örülök ennek is. Viszont a könyveket. Az a baj, ezeket meg már mindet tudjuk, majdnem. És ez
baseball zütő téma, de hát az annyira nem érdekel minket. És megint egy csomó mod. Csú, gyerekek, csú! Fasza. Jó. No problémo, gyerekek. No problémo, minden oké. Okay. De megint kaptunk annyi cuccot, hallod? Az a durva, hogy nézd meg itt a túlokba is. Na, megint kaptunk izét. Még egy ötös láncfűrészt. Figyelj, három résszel ezelőtt nem volt baze. Három résszel ezelőtt nem volt egy büdös láncfűrészünk. Most meg fossa a láncfűrészeket, meg mindent. Jó, tudom egyébként a Lustage-nek köszönhetően, de hát baze. Ez kicsit máros, nem? Meg tényleg mindenből kapjuk a fullt. Cserétes lőszer van már a motorom egyébként, a generátort be tudnám izgatni. Ugye? Most nem tudom hova sikerült eljátszadom. Az üzemanyagomat, azt egyszer nem tudom felfogni, gyerekek. Ugye amit rész elején kerestem. Ja, ezt be kéne főzni ezt a füstést, nem? Olyan csufos, bár 50 darab, az lehet, hogy nem lesz elég sok minden, de nincs több. Egyáltalán mindet előttük. De mondjuk most már majd fog készülni, úgyhogy jó lesz. Túlból kiveszem az ecsetemet. Elvileg itt az ecsetem. Ilyenkor ugyanazon marad, ugyanazon a mintán valószínűleg, ugye? És úgy kéne, hogy... Így nem, és akkor ilyenkor egyet? Aha. Tök jó. Például oda alá nem kéne berakni. Úgyhogy így érdemesebb festeni, mint az egész felületeket, mert például akkor nem cseszed el azt, hogy alatta is van. Jó lesz ez. Az alja az ilyen lesz, a falak meg mit tudom én, valami rózsaszín. Jó, hát így például tök fölösleges lenne a ládák alatt kikenni. Én meg amikor nagy sok leöntöd egy egész felületet, akkor ugye kikeri ott is. Meggondolom a falak alatt is, meg mindenhol. Ezt élném egyébként, ki tudnám festeni az egészet, de sajnos még rengeteg kell hozzá. De már a talaj, eddig megvan. Már csak annyi kell. Hát szerintem legalább még egy mennyi ez, hány blokk széles? 1, 2, 3, 4, 5, 5-ször. A minimum 12. Szóval legalább egy 70 darab ilyen cucc kéne, mert itt is ki van még maradva. Csudi. Ja, éjszaka lett, gyerekek. Levegyünk zombi cuccokra vadászni? Figyeljetek, de ilyen durva módon. Levehetnék egyet, nem? Az mindig ilyen érdekes szok lenni. Legalábbis számomra az, nekem az. Mindjárt viszont lőszer. Egy picit kipakolok, vagyjuk a vas... Vas dolgokat. Az eladó cuccok. Gyógyszer. Itt már megint annyi minden összejött. A kő. Oké. Mi van itt még? Szelmetlen craft? Az... Szelves. Szervetlen. Ez nem oda. Egy mód és egy alkatrész van. Meg egy kis... Felvépőmbe van? Vagy ez a negyébre itt? Ide jön. Meg van egy kis vas. Azt lemegyünk egy csapatjuk, jó? Egy picit. Az úgy mindig, én szoktam ezt bírni, iszunk egy kis vizet. Van egy kis alkatrészünk, ami teljesen fölösleges, meg van modunk. Megint itt is gyűlölök a modok mindenhez is. Oké, okay. Mondjuk abban a késbe rakhatnék egyébként, nem? Hát mondjuk minek? Oké, okay. Na. Motorban szerintem még van cucc, meg a izébe is, nem? Vagy ebben biztos, hogy van a drónban. Aha, jó van, ott rohadjál meg. Egyelőre. Lemegyek egyet bondázni. Ez a megfordulás az itt elég kellemetlen. Nem valami jó fordulókörök veledek a motornak. Na! Menjünk le motorral, aztán nézelődjünk kizé után zombi
Hát öcsém, nagyon nem költnél lelődni. My senses have picked up something. Szándékos volt a fasztag, van kedve izéli vele vinkodni. Meg ott kapásból van még egy. A gyerekek, ez a legjobb izél. Loot szerzési forrás itt. Marászni ezekre a dögökre. Ez, ennek van izéje? Snake damage-e? Aha, ennek van. Jó, az nem kell tökörészni. Nem töri a lábad a terve. Gyerekek, ehhez. Szinte túlzás ez a loot. Ott is egy. Régebben már, pont írta valaki egyik rész alá, régebben milyen nagy felfordulást okozott nálam egy ilyen mob, most meg mennyire egyszerű ma. Hol van a mocim? Körülmegyünk még egy kicsit, ez tök jó egyébként. Ki kellene maxolnunk a Lucky Looter-t, és konkrétan akkor már nem tudnád följebb. Meg egy olyan szetet összerakni, azt hiszem van olyan, amelyik loot stage-et növel, vagy valami hasonló. Gyerekek, szóljatok, hogyha láttok. Egy motorral egy kicsit köldjebb, mindig gyalogszerrel szoktam. Még megyünk itt az erdő környékén. Ó, medve. És ez pont megint olyan. Zombikra vadászunk, zombi állatokra. Gyerekek. Van full, nagyon full, ivádom ezt, hogy ezekre lehet vadászni, így tök jó. És mennyire megéri? Várjátok, hadd öntsek egy sört. Hoztam ide egy darab sört, amikor elkezdtem ezt a gameplayt, hát gondolhatjátok, nem nagyon melegedett meg már. Az a szerencse, jó nagy darabok, hamar észreveszel őket. Mi az, hogy már a rendőr meg fog állítani minket, he? Trafipaxolt. Ott is egy. Ja, az a baj, ezt meghallják ugye, amikor így lövöldözök, de legalább nem az van, hogy eltöri folyton a lábam. Meg a kezem. Apád faszát. Hát öcsém, mert rendesen beszartál, mi volt ez az üvöltés? Kulturáltan közeledjél legközelebb. Ott az Auger 4-es. Jó, megyünk tovább, mert közben itt látom, hogy nyugtalankodnak. Egyébként erre már jártunk? Aha, erre jártunk, ez egy ilyen elkerülő. Elkerülő szakasz.
Ott is egy... Ezek ilyen végtelen számban vannak itt. Ez túl OP, bazza. Túl OP. Na és ilyenkor izére vágod magad, ugye? Ilyen hide módba, vagy mi ez? Ilyen lopakodás módba. Akkor nem nagyon vesztek észre. Mert ugye csak a hangot hallják. Még egy ilyen 4-es racsnis kulcs. Ilyen szádba vágom. És mehetünk tovább. És ott van még egy. Na basszer! Ez nem tudom, ez gyerekek, ez nekem egy kicsit sok. Mármint így túl jó. Túl jó világunk van így. Master, we are not alone. Igen, kicsit pazaroljuk itt először, de hát annyira nem vészes. Hol a loot? He! Várjál? Mi az normál medve volt, basszus? Azért, mert normál húst adott. De azért ez normál medve volt, én meg itt örültem magamnak. Ezt komolyan mondom, ez többet bírt, mint a zombi. Csodálkoztam is rajta, hogy hogy bírja. Aztán maga normál medve volt. Ott van benne egy valami. Zombi farkaskoba. Ezt a rendőrt nagyon kéne várni. Gyorsan. Ez volt a terv. Egy pénz, ez például... Azt hiszem, hogy tök sokat ér. Nem, nincs probléma. Megyünk tovább, haver. Ott is egy. Ez normál medve, bazzer. Ez nem kell nekem, hallod? Ugye annak ilyen piros szeme van, amelyik ilyen nem dorbál. Normálos nem köl dorbálos. Zombimentes medve nem köl. Gigyó. Hát mentem a gigyón, lol. Na. Itt is egy normálos medve. Balra, mint hogyha lenne valami. Ott van egy, de az normális, vagy... A kurva életbe. Majd nagyon szor helyen álltam meg, na. Hova tűnt a medve? Itt van-e? Na most már ki kell nyírni. Ez valahol elbugolt. Nem jó ez a környék, gyerekek. Ott van egy farkaskoba. Sűrű a környék, nagyon sűrű. Thank you.
Te egy ilyen éjszakát ráft szánsz arra, hogy ezeket varázd. Ezt egy csomó időt lépsz könyvek terén, szintet. Jó, megyünk lassan vissza, jó, mert igazából jó nagy kört tette be, erre így végigjöttünk. Egyébként a városba is szerintem érdemes végigmenni, csak az a baj ott meg, szerintem több a zombi. Itt is egy medve, de ezek a medvéket most a normálokat spawnolgatja. Nem, ez nem normál, jó. Meg időtös ilyen. Most nem is értem egyébként, hogy a francba lehet egy ilyen cucc. Sorozott fog megrohadni, az biztos. Ja, nem értem, hogy lehet ennyi. Lassan már megy, hogy túl leszünk terhelve. Jó, menjünk hazafele, jó? Okosba. Éjszaka ezek a zombi élőlények. Ott volt egy kutya szerintem. Ja nem. Új, ez észrevett. Medve. Normálos. Hát meg kaja is. Kaja is végtelen van itt. Mert ezek a medvék rengeteg húst adnak. Amit igazából már az elejétől ugye meg tudsz szerezni. Ez majdnem megdöglöttebb, na. Ha most kezdeném ezt a játékot, biztos ide költöznék. Ki a fasz? Ilyen full izével, full össze tudsz szedni magadnak egy csomó cuccot basszus egy éjszaka alatt. Jó, nyilván a loot stage az elején nem ugyanez. Meg nyilván sokkal nehezebb is megölni ezeket. Az elején. De azért egyet-egyet megölsz. Mondjuk azt lehet, hogy egy íjjal meg egy bunkóval elég nehéz lenne nekiállni az elején tényleg. Gyorsan, amíg hazaérünk, addig nézelődök egy picit. Hát, hogyha még találok. De már lassan full inventory-val vagyunk. Nem megyünk erre. Szóval haza is értünk ám. Zombi medve, jó van. Szarrá lőttük a medvét, bazze. Nem izélek, nem balhézok, minek? Ja, meg itt egyébként XP-t farmol is kurva sokat tudnál, mert körülbelül bevész a városba, aztán lősz, amire akarsz. Azt folyamat jönnek.
Na, no, de nézd, még egy zombi vedve, az a mi van itt a gyerekek. Rothadt húsból is van bőven, mi? Meg bőrből, meg mindenből. Ott egy ötös, megint egy ötös láncfűrész. Hihetetlen ez a loot. Tényleg én folyamatosan ezt mondogatom, gondolom, már unjátok, de én rettenetesen csodálkozok rajta, hogy ez, hogy fossa a lootot, bazzak. Jó, megyünk föl, nincs több. Megöltünk vagy hányat? 6-ot, 7-et, 8-at? Meg még egyet. Mi ez? Girokopternek a alkatrésze. Gyere, bródocska, vegyünk haza. Úgyis már 2 órás a gameplay. Csapjuk neki. Ghost Rider, vaza. Ide be kéne fordulni a végkor. Így visszajönni. Egyébként mennyire töri össze a blokkot? Nem, hogy az legyen, hogy itt kiütöm a dolgokat. Mondjuk így most nem fogom tudni megnézni. Jó, srácok, szerintem elbúcsúzom, mert szarra elutoltuk magunkat, az biztos megint. Hihetetlen egyébként tényleg, ami lootot össze tudunk szedni, meg ugye azt hiszem, hogy ő is fullom, vagy amiben nem raktam, hanem a motoromba raktam, ugye. Még egy csomó alkatrészt. Ja, na, köszönöm szépen a figyelmet, figyeljetek! Egy dolog lenne, hogy mi legyen, hogy folytassuk a sorozatot, valami célt kitűzzünk, mert az a nagy probléma, hogy tényleg gyakorlatilag olyan OP loot van, hogy mindent meg tudunk kapni. Annyira sikerült szétgyúrnunk magunkat, hogy nagyon ellenfél nincs, akárhányan jönnek szinte. Nem tudom, hogy mit lehetne megpróbálni még, hogy valami kihívás, vagy valami cél legyen, mert tényleg egy kicsit kezdem elveszíteni. Az a baj, hogy így folyamatosan mi belőlünk, a kertünkkel, meg csináljuk a 6-os tíreket, meg néha jön zombi horda. Ez előbb-utóbb szerintem annyira repetitívvá válik, hogy nem fogjátok bírni ti se. És ez tényleg, én úgy gondolom. Legszívesebben én el vagyok vele, meg lehet, hogy gameplayen kívül játszanám is, vagy pedig akkor elrakjuk, és akkor várunk egy patchet. Akkor ezek az opciók lehetnek. Jó, lesz itt vízünk egyébként. A víz az nagyon kell nekem, hogyha festeni akarok, ugye? Mert a festékhez kell víz is. Itt is van egy csomó víz, meg ezt a murgi volt, ott akkor már berakom ám. És akkor itt is készül a víz. Gyerekek, víz, az nagyon kell. Ezt egyébként nem tudom leszkrepelni, pedig mit fog ragadni örökre. Jó, ja, nem. Eső hol volt, hallani, legalább mondom víz legyen belőle, vagy valami, de nem. Oké. Okay. Trothadt hús ezen a területen eléggé sok esik. Meg fú, az annyi kajám, nem is érdemes kaját csinálni. Ja, igen, na, hogy ezt gyorsan akkor annyit így beszéljük át, hogy még annyit beszéljünk át, hogy igen, ez a probléma szerintem itt az endgame-mel ebbe a játékba, hogy konkrétan elérsz egy olyan szintre, akkor nagyon nem, nincsen olyan kihívás, amit így meg lehetne csinálni. De tényleg ugye, oké, tudom, hogy föl lehetne tolni a nehézségét a zombiknak, de attól mégse ugyanúgy, az mégse ugyanaz, mint hogyha valami okosabb dologgal kellene megküzdeni, vagy pedig lenne cél. Mert így konkrétan nagyon nem nagyon van cél. És ezt így eléggé bánom én. Azon kívül persze az elektromosságot megcsinálhatnánk, de ez megint egy olyan dolog a játékba, hogy egy kicsit jobban rákényszeríthetnék az embereket, mert így annyira nem fontos megcsinálni. Anélkül is teljesen el vagy, tudod.
Oké, okay. Figyeljetek, csontunkban szóval 3000 darab, egy-két izét tudnánk kiúzni. Pénzünk ennyi maradt? Jó, gyűjtögettünk elég szépen egyébként. Ezt a szervetlen craftba rakjam, ezt a repülő alkatrészt, ja ott van. Oké, okay, meg ezt akkor ezt is. Meg, szerintem, akkor már annyit megcsinálok, jó, még így aztán, tényleg ez a hatalmas dilemmám, hogy mi az, amit el tudnánk itt még érni. Na, látjátok például, ez például egy röhely, nem? 1, 2, 3, 4, Isten tudja hány, ja, 4 darab 5-ös, 3 darab auger hegyek, minden is esik folyamatosan, és ez már egy kicsit talán túlzás. Hol láttam a vasat? Láttam vasat, bazzok. Vagy nem láttam vasat? Ja, itt láttam vasat. Kajalapanyagot is gyűjtök, soha életben nem fogok kaját csinálni. Már most látom. Ugye beszéltünk erről már azt, hogy konkrétan annyi kaja esik a hatos tier 6-os questekből, hogy semmi értelme nincsen. Ja, meg a rezet is teljesen fölösleges gyűjtene, mert úgyse fogok lőszert csinálni, az is annyi esik, mint az Isten nyila. Az is egy szomorú dolog, hogy azért ennyire nem kellene elkényeztetni a játékosokat. Remélem írtok valami jó ötletet, mert meg vagyok izajvelőve ezzel kapcsolatban most. Jó, itt meg annyit kellene, hogy... ennyi ízét összeszedtünk, tök durva, ugye az ásás alatt. Ezeket meg itt hagyom nyilván. Jó, legalább egy kicsit összepakoltunk, azt úgyis utálom ezt a pakolgatást. Semmilyen alkatrészre nincs szükségünk. Modokra sincs konkrétan már szükségünk. Ugye, az annak se sok értelme van most már. Esetleg az Iron, ami érdekelne. Mit akartam még? Itt meg akartam valamit. Ja, ezt a multivoltot akkor már még kukoljuk meg. És akkor itt lesz megint egy csomó. Jó. Legalább most már tudok festegetni. Várja. Vasból az acélt ki akartam venni. Meg a javító cuccovat. Jaj, várja, itt is van még bazzveg ez. A túlból ezt kirakjuk. És a túlból viszont a javító, vagy ez az upgrade előmet, valamelyiket. Sok közül. És akkor itt egyébként ezt föl lehetne húzni, sőt a lépcsőt kellene egyébként először felhúzni. Nagyon gyorsan lehet, hogy a lépcsőt felhúzom nyílre. Ugye az a legfrekventáltabb hely. Hogyha az acél lenne, akkor az ugye nem lenne rossz. Jaj, nem hoztam betort, bazd meg. Lehet, hogy nincs is betora, úgyhogy ez hiába is. Jó, akkor azt legalább nem csináljuk meg most, mi? Pedig a OLED volt. Betorom nem is maradt. Az a baj, hogy betonnal elég hadilábor álltam. Kör lenne beton. Az azt hiszem, hogy a kőnyi van, hogyha van, hogy ne lenne betonom. Járművek itt szétszórva. Lír. És akkor föl kéne húzni. A célra. A lépcsőzetet. Tudom, hogy egy kicsit. Lehet azt mondjátok, hogy pazarlás. Előbb-utóbb úgyis meg kell csinálnom. Ezt mindenképp fel akartam. Lehet, hogy nem is lesz elég a acél, sőt, majd csinálunk. Most már tudunk csinálni, ugye? Igen, és el is fogyott. Jó. Mert ezt fel fogjuk húzni maxra, és akkor acél lesz a lépcső, akkor valószínűleg, hogy nem lesz probléma a hordával, mivel egyszerűen nem tudják szétütni. Azért 10 000 blokkot nem nagyon ütnek szét, úgyhogy csak random beleütögetnek. Ugye, hogyha neki mennének többen, meg sokszor, akkor az úgy
Valószínű, hogy sikerülne nekik, de hát így nem fog sikerülni. Kéne csinálni a javítókészletet majd, meg kéne acélt kiolvasztanom. Azt lehet, hogy elkezdem olvasgatni acélocskát. Majd fel egyet tudok, hát nem sok vas van benne, mi? Hogy mi nincs benne? Clay nincs benne? Hát ja, várjál már. Hát rakjunk be akkor bazzal. Meg a clay-t azt rakhatok be, hiszen most clay az nagyon nem kell nekem semmire. Most is, úristen, ja hát az előbb is szedtünk egy csomót. Úgyhogy menjen bele a clay, ha vérre vegyen. Meg menjen bele a vas is. Aztán akkor lesz. Mert különben nem lesz. Ja, meg ugye kő is kell, de követ nem szedtem most így hirtelen ennyibe. Hát nem olyan túl sokat, de egyébként lőhet, mert. És akkor tudok még betont csinálni. Jaj, várjál. Most nem tudom ezt berakni, de mindjárt. Sőt, tudom, hogy ezt berakom, ezt a követ. Azt tovább csinálja. Oké, okay, jó van gyerekek. Szerintem ennyi volt ez a rész, és tényleg nagyon, nagyon kíváncsi vagyok. Várom az ötleteket, hogy hogy tudnánk ezt még egy kicsit még jobban. Jó, ezt le is leérett. Jaj, de jó, azt imádom. Ez leérett. Ebből mind izét fogok csinálni. Vagy minden beérett gyakorlatilag. Ebből izét fogok csinálni mindet, magot. És vissza fogom termelni. És lehet, hogy azt fogok ültetni végig. Jaj de jó, jaj de jó, jaj de jó. Ebből. Mindből seedet. Hát nem túl hatékony ez. Na, sátok testvéreim az urba. Azt hiszem, hogy van még egy szírem. Igen, még egy ilyenem van. Csak ebben nem tudok még egy szíret csinálni. Igen, nem, mert 5 kell hozzá. Ez nagyon durva egyébként ez a rendszer, nem tudom, hogy ez hogy... Mondjuk izét azt felvennék ilyenkor. Egy farmászatát, akkor lehet, hogy jobb lenne, hatékonyabb. Sőt, biztos. Oké. Okay. Van krumplim. Ezt elültetem. Ezt nem tudom, miért ültetem őket annyira, nagyon akkurátusan, amikor annyi kajá van, mint a sár. És ezért, ez a gond gyerekek egyébként, hogy elveszti magát a nem, nincs cél. Ugye, sajnos a játékban egy idő után. És azért nincsen cél. Mert gyakorlatilag mindened megvan. Jó, ültetünk krumplit, nem tudom, hogy valaha is fogok-e vele foglalkozni, vagy valaha is fogom csinálni. Ja, adjatok ötleteket, srác, nagyon izé vagyok, nagyon el vagyok kámpicsorodva, hogy mi lenne az, amit lehetne itt még bármit elérni. Nyilván lehetne mitől kitalálni olyan célt, aminek sok értelme nincs, mitől az összes vizét le kell bontani a városba, épületet, vagy akármi, de nem tudom, az valahogy én úgy érzem, hogy itt kiértünk. Kint vagyok itt, egyedül a világ ellen, de gyakorlatilag esélye nincs a világnak ellenem. Nem is tudom, mikor haltunk meg utoljára azt. Ja, 42 órája gyerekek, 42 gameplay órája. Tehát nem játékidő, hanem gameplay órája, nem haltunk meg. És nem is fogunk szerintem, most nagyon kéne csesznem, hogyha meg akarok halni. Még úgy is, hogy szinte látjátok, hogy kalapáccsal tolom neki azért, hogy legyen valami izgalomra, az, hogy ezzel darálok szét mindent, instant. És még így is izé van, még így is. Pót egyszerű az egész. Ja, írjatok valami ötletet, mert el vagyok agyátlanodva. Pedig tök jó az a bázis, tök szeretek itt éldegélni, úgymond. De ez így el fog sikkadni szerintem előbb-utóbb. Azért van egy-két kollektőre vecsél. Hány darab van? 7 darab? Hát még az egyébként csinálnék. Még egy darabot csinálnék mindenképp ide. És akkor lenne 2-2, nem? Vagy 4-4, két oldalt. Fasza.
Jó, nagyon bírom egyébként, csak... Csak félek, félek, hogy el fog veszni. Nem is tudom egyáltalán, mit fogunk csinálni a következő részben. Ez az, értitek, ez a probléma. Ez a probléma tárgya, hogy... hogy céltalanok leszünk, és a céltalanság az nem jó egy ilyen játékban. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Mindenképpen meg fogom várni erre a videóra a kommenteket. Addig, amíg nem jön rá, nem tudtok kommentelni, addig nem fogok új részt fölvenni. Megírjátok, hogy szerintetek mi lenne a megoldás. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek. Lehet egyébként, hogy ez az utolsó rész. És így jelképesen bezárom ezt az ajtót, mint a részt zárnám le. Köszi, sziasztok!